Egy nemrég történt baleset helyszínén készültek ezek a rendőrségi fotók Tolna megyében. A szerencsétlenség tragédiába torkollott, amikor a személygépkocsi ismeretlen körülmények között lesodródott az útról Várdomb térségébe. A járműben öten utaztak, közülük egy 17 éves lány olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette. A képeken jól látszik, hogy egy régebbi évjáratú autóval közlekedtek a fiatalok. Utána jártunk, mire kell különösképpen odafigyelni egy már idős autónál. Az idősebb autóknál gyakorlatilag minden porcikájára oda kell figyelni. Meg kell vizsgálni a gumiabroncsok állapotát, mennyire kopottak, milyen öregek esetleg elrehültek, meg kell vizsgálni a kipufogó rendszert, meg kell vizsgálni a futóművet, fékeket, és hát természetesen a motortérben a folyadékszinteket. Ez a mobiltelefonnal készített felvétel néhány perccel a tragédia előtt készült. Szakértők szerint az autót feltuningolták, azaz nem a gyári alkatrészekkel működött. Mott János szerint az ilyen módosítások nem csak veszélyesek, hanem elítélendők is. Gyakorlatilag az autó minden porcikája már elöregedett, és akkor abba egy erősebb motort beépíteni, vagy feltuningolni, az fokozottan veszélyes lehet. Az a fotó, ami nem egy erősebb motorra van fejlesztve, azért a mérnökök kiszámítják, hogy milyen teljesítményű motorhoz milyen fékrendszer, milyen futóműrendszer szükséges. Az autó megfelelő műszaki állapota mellett a vezetéstechnikán is nagy hangsúly van. Reining János közlekedési szakember azt mondja, az útszakasz, ahol a baleset történt, akár 140-150 km/órás sebességgel is teljesíthető, amennyiben valakinek megvan a kellő rutinja, és figyelembe veszi az utasok számát, azok súlyát a vezetés során. Itt azonban ezek a feltételek nem voltak adottak. A nyomok alapján a szakember azt valószínűsíti, hogy a sofőr pánikszerűen reagált. Volt egy kicsit késői és eltúlzott kormánymozat, és onnan jött létre az a folyamat, amiből a járműnek ez a stabilitás vesztése odáig vezetett, hogy elhagyták a pályát, és amikor már elhagyta a pályát, onnantól kezdve már teljes egészében a fizikára van bízva, hogy mi lesz vele. Nincs ott az az áteresz, ugyanúgy nagyon könnyű, tehát kisebb karcolásokkal megúszhatták volna, mert nem fog átpördülni járni. A szakember szerint az, hogy ki miként reagál egy váratlan helyzetre, elsősorban a vezetői rutintól függ. Mondjuk a fiatalabb az úgymond bevállalósabb, tehát kisebb a veszélyérzete, nagyobb a kockázatvállalása, de ténylegesen a mai erős, gyors járművekhez az a fajta feltételrendszer, ami a vezetőengedély megszerzéséhez kell, az kevésnek mondható. Nem csak a jármű állapota, a sofőr vezetői gyakorlata, az utasok magatartása is kihathat a vezetőre, tette hozzá szakember. Ezért nagyon fontos, hogy ne zavarjuk a sofőrt vezetés közben, és ne hangoskodjunk, ne siettessük, és ami még ennél is fontosabb, hogy a biztonsági övet mindig be kell kötni, mert az életmentő lehet.